nekem tulajdonképpen az életem javarészt az arról szól, hogy Istennel van egy aktív kapcsolatom, van egy hitéletem, és nagyon sok mindent megéltem már, amin az én hitéletem, az én Istennel való kapcsolatom segített át. És ezeket szeretném dalokba kiírni, ezekkel szeretném bátorítani azt a célközönséget, akit el szeretném kérni az Azapittel. Ehhez képest a Pete Project pedig továbbra is egy főleg hangszeres, kifejezetten nyugati, amerikai típusú zene, egy jazzes, funkis és olyan azonból egy picit popos zene, tehát ilyen szempontból teljesen különválik a két projekt. Az Elvis a csúcsig egy egyéves sztori már. Körülbelül egy évvel ezelőtt vettünk részt egy alkotó táborban több szerzőtársammal együtt, és elkészítettem ennek a dalnak a demóját. Én nem vagyok jó szövegíró, semennyire, és bedobtam a közösbe, és hogy így, aki gondol bármit kezdjen a dallal, szóljon hozzá akármi. Viszont a Fóris Rita SMS-ben egy komplett dalszöveget küldött vissza körülbelül pár órára rá, és annyira zseniális volt a dalszöveg, hogy akkor ott eldöntöttem, hogy akkor ennek a dalnak valamikor meg kell jelennie, és ez a pillanat ez most jött el. És egyébként ebben az alkotó táborban, ahol ez megszületett végül is, jelen volt Andelic Jonathan Jota is, és Jota, amikor megmutattuk ezt a dalt, annyit mondott rá, és nagyon igaza van, hogy ő még nem igazán hallott a szeretetről nem nyálas dalt. Mert ez úgy szól a szeretetről ez a dal, hogy ez nem egy ilyen érzelmi rózsaszín felhős dolog, hanem ebben benne van az, hogy a szeretet az egy döntés és egy ragaszkodás kell, hogy legyen, ami sokszor áldozatokkal jár. És ez az a szeretet, ami olyan csúcsokra repít el bennünket, vagy akár olyan békességre is eljuttathat bennünket, amit mi emberek nem is gondolnánk, hogy el lehet jutni oda. Az életemben folyamatosan aktívan minden párhuzamos szálon folyik. Pont most fejeztük be a 7. stúdióalbumunknak a felvételét, illetve dalírásait a Pete Project-tel. Az Azapittel most fogunk forgatni majd egy nagyon izgalmas következő videóklip projektet, ami húsvét vasárnap fog megjelenni, és utána több további dalokat fogunk kihozni, inkább az Azapittel most ráfeküdtünk arra, hogy az élőzenekart jobban bemutatjuk. Fölvettünk egy jó nagy élőzenekaros dalcsomagot, ami szépen fokozatosan meg fog jelenni videóval együtt. Szerepünk az akusztikban is, az is egy nagyon szuper élő koncert, és emellett én a nyári dicsőítő iskolának a tanára és zenei producere vagyok, úgyhogy tele van a naptár, és nagyon boldog vagyok, hogy ennyi teendő van.